Köszöntöm Önöket, ez a Hargita magazin. Megnehezíti, sőt valósággal ellehetetleníti a gazdák munkáját az új adótörvénykönyv. A parlamenti vita előtt álló rendelet részleteiről egyeztettek a megyei elöljárók, az RMDSS Bukarestben dolgozó politikusok, illetve az érintett gazdák. Több száz gazda gyűlt össze a Csíkszeredai megyeháza amfiteátrumában január 30-án, hogy megvitassa a kormány 8/2013-as sürgősségi rendeletét, amely az adótörvénykönyv módosításával átalányadót vett ki a kistermelőkre. A rendelet hátrányosan érinti a Hargita megyei lakosság nagy részét, sőt ennek következtében számos termelő felhagyhat a gazdálkodással. A Hargita megye tanácsa, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete és a Hargita megyei Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete által összehívott tanácskozáson jelen volt Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke, Bece István megyei tanácsos, Márton István a megyei tanács vidékfejlesztési egyesületének vezetője, Sebestyén Csaba, az RMG elnöke, megyei tanácsos, valamint Kedves Imre, a Hargita megyei pénzügyigazgatóság vezetője. A pénzügy munkatársa ismertette a szóban forgó sürgősségi kormányrendeletet. Mostanig az adótörvénykönyv nem adózta a mezőgazdasági területeket és a tartományt, hogyha kisgazdaságban voltak, sőt volt egy olyan K-pont abban, amelyek az adómentességet élvezett ez a tevékenység. Na most három kategóriába foglalta be a törvény, van a egy kategória, ahol terület aratlétszámot azt mondja, hogy nem adózódik maga a tevékenység, és van egy terület, ahol már egy bizonyos szám után bejön az adó, tehát terület vagy aratlétszám után, és vannak a nagy gazdaságok, ahol már nem beszélünk, hanem reális adózással vagyunk. A tanácskozás résztvevői megvitatták a gazdáknak kiosztott petíciótervezetet, amelyet eljuttatnak Viktor Pontán miniszterelnöknek és Daniel Konstantin mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszternek. Meg kell próbáljunk minden lépést, és el kell menjünk odáig, hogy tényleg az embereket ki kell hívni az utcára, az utakra, mert egy az egyben le lesz állítva a megyének a mezőgazdasága. Ugye ezelőtt 5 évvel, amikor nekifogtunk azért a megye mezőgazdaságát fejleszteni egyáltalán, kitalálni azt, hogy hogyan tovább, akkor olyan célokat tűztünk ki, hogy igenis a vidéket meg kell tartani, a vidéki embereket ott kell tartani, és jövőképet kell nekik nyújtani. Ez az adózási rendszer, ez teljesen ennek ellentmond, az emberek abba fogják hagyni a gazdálkodást, és rengeteg szociális probléma lesz, és nem beszélve arról, hogy környezetvédelmileg mit jelent ez a vidéknek. Tehát én azt mondom, hogy nagyon fontos ez a találkozó, nagyon fontos a holnap a parlamenterekkel való megbeszélés is, és nap mint nap kell találkozunk, lépéseket tegyünk azért, hogy ezt a törvényt ne tudják életbe léptetni. Borboly Csaba felszólalásában elmondta, hogy az RMDSZ-nek ellenzékből is meg kell mindent tennie a kisgazdák érdekében. A tanácselnök a beadványtervezet szövegéhez 3 főpontot javasolt. A kormány módosítsa a 8/2013-as sürgősségi rendelet 7. fejezetét, amely az átalányadóról rendelkezik, kezeljék külön a kis és nagy gazdaságokat, és töröljék azt a cikket, amely a kistermelőknek előírja, hogy bizonyos értékhatár alatt is vállalkozást kell regisztrálniuk. Kifén van a családi vállalkozásunk, és úgyis mi adózunk a cégen keresztül, és akkor most azon kívül kell még a táneket, jókot, disznókot, még egy rándod. Azon kívül a pityók arra zöldségre, mert zöldséggel is foglalkozunk, akkor megint adózunk. Hát akkor végeredmény van, hogy 7 adót fizetünk mi. Van 40-valamány tehány, mind eladjuk. Bálkuba, Kornél, Jős, Bálkuba viszi el, adjuk a telefont, Kornélnak viszi el, nyugdíjasámbé, hát ennyit dolgozni. Ilyen állatorvos vagyok, marhagondozó, marhahány mindenét, és akkor most is szaporítottuk fel, és akkor most ölnek még. A tanácskozáson elhangzott, ez a jogszabály csak a bürokráciát növeli, és alkalmazhatatlan a gazdálkodók körében, hiszen abszurd, hogy például 2 tehén tartása után is könyvelőt kelljen alkalmazni. A Hargita megyei gazdaemberek, hát amellett, hogy nagyon sok család számára kiegészítő jövedelmet, vagy teljes jövedelmet biztosítanak, igazából hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az ország működjön, és hát Hargita megye gazdatársadalma az a kis gazdákból áll össze, és fölösleges, bürokratikus és át nem gondolt, ellentmondó adózási rendszerrel ezek a gazdák, a kistermelők
hát be kell szüntessék a tevékenységüket, hisz ebben a formában, ahogy sürgősségi rendben elképzelte pont a kormány ezt az adózást, talán azt is mondhatnánk, hogy azért találták ki, hogy Romániába számolódjon fel a kis gazdaságoknak a rendszere, és hát a nagy latifundiumok, a nagy földbirtokosok, a nagy ipari léptékű gazdálkodók számára tudjuk átadni a területet. Ezért időbe kell felemelni a hangunkat, kell ezt a törvényt módosítani, és ha nem módosítsák, akkor azt gondolom, hogy annyira súlyos mindaz, ami oda bele van írva, hogy ki kell vonuljunk az utcára. A további lépésekről is egyhangulag döntöttek. Ha a kormány adott határidőig nem hajtja végre a kért módosításokat, lezárják a megyéből kivezető országutakat mindhárom térségben, és ha azzal sem érik el a céljukat, akkor a gazdák készek Bukarestbe menni tiltakozni. Néhány napja új edzője van a csíkszeredai HSC jégkorong csapatnak. A korábbi vezetőedzőt, a finn Timo Latinent ugyanis menesztették állásából. Helyét Gál Sándor, illetve a csapat valamikori kapitánya Hozó Levente veszik át. Új vezetőedzőjével az élen Gál Sándorral tartotta mai edzését a csíkszeredai sportklub hoki csapata. Timo Latinen iránt tekintettel a csapat nem túl kimagasló teljesítményére. A klub vezetősége elvesztette bizalmát, ezért a finn edzőt elbocsátották, és a csíkiak számára ismert személyeket neveztek ki a helyére. Gál Sándor munkáját Hozó Levente és ifjabb Antal előtt fogják segíteni. Megtekintettük a csapat az új szakemberek által vezetett első edzését. Kíváncsiak voltunk, milyen tervekkel vágtak neki a feladatnak. Jó érzés, tudom, hogy felelősség, teljes munka, sok munka vár ránk. Igaz, az idő nagyon rövid, de ez ma vállaltuk, és megpróbáljuk, hogy jó útra tereljük az egészet. Mi csak annyit szeretnék, hogy a csapat ne ilyen hullámzóan teljesítsen, mert voltak nagyon jó mérkőzéseik, voltak gyengén mérkőzéseik, azt szeretnénk, hogy egy magasabb szinten tudjuk tartani egész az idő végén. Az új edzői gárda részére a román bajnoki cím megszerzését, valamint a bekerülést a MOL Liga legjobb négy csapata közé szabta feladatként a sportklub vezetősége. Az általános divathoz hasonlóan a farsangi jelmezek iránti érdeklődés is változik évről évre. Míg tavaly mindenki Batman, Mozart vagy mondjuk szobalány szeretett volna lenni, idén a legnépszerűbb jelmezeknek az apáca, a barát vagy éppen a sejk bizonyultak. Javában tart a farsangi szezon, van, ahol már lejár, de a legtöbb helyen még hátra van a farsangi bál. A most készülődőknek eláruljuk, amennyiben apáca vagy barát jelmezt öltenek magukra, idén minden bizonnyal nagy sikerük lesz. De nem fognak mellé akkor sem, ha a férfiak arab sejknek, minél több feleséggel, vagy a nők hastáncosnak öltöznek. Ezek a jelmezek ugyanis szintén divatjukat élik, mondta a Székelyudvarhely egyik legforgalmasabb jelmezkölcsönzőjének vezetője, Borbély Anna. 7 évvel ezelőtt az apáca és a barát egy nagyon-nagyon nagy, és az idén megint. Tehát úgy, ahogy a divat változik, ez is mindig ugyanúgy visszajön, mint a 70-es évek divatja, most megint szeretik. Na ez is csak rövidebb az idő. Most nagyon-nagyon szűk ez a farsang, 3 héttel rövidebb, mint a tavalyi, de nagyon zsúfolt. A tinédzserek körében a felnőttekihez hasonló maskarák hódítanak, a lányok mindenek előtt a kihívó, sokat sejtető ruhákat részesítik előnyben, a serdülő férfi nemzedék pedig legszívesebben zombi, ninja vagy valamelyik rémbőrébe bújik. A kislányok és a kisfiúk leginkább a mesefilmekből ihletődnek, így nem csoda, ha a lányok legfőbb célja a jelmezválasztáskor az, hogy királynőként, hercegnőként vagy tündérnőként a lehető legszebbek legyenek a bálon. A kisfiúk pedig idén is a mozivászonról ismert világot megmentő erős férfiak bőrében látják legszívesebben magukat, így körükben a Zorro, Ninja, Cowboy jelmezek a menők. A farsangi bálok ideje vízkereszt és hamvazó szerda között van. Ez azt jelenti, hogy idén február 13-áig lehet maskarába bújni. S amíg az itthoninál is érdekesebb, látványosabb farsangra vágynak, akkor irány a velencei karnevál. A több évszázados karnevál még a hideg télben is rengeteg turistát vonz a világ minden részéről. Az idei fergeteges mulatozás január utolsó hétvégéjén kezdődött és február 12-éig tart.
Velencében. Kíváncsiak voltunk, hogy az udvarhelyiek szoktak-e részt venni ezen. Az egyik utazási irodánál megtudtuk, hogy 4-5 évvel ezelőtt akár 2-3 busznyi turista is ellátogatott a velencei karnevára. Sajnos, véletlenül a válság következményeként egyre kevesebb a jelentkező. A tavaly 10 karneváloztak a Lagunák városában, idén mindössze 3-an jelentkeztek. Egyre népszerűbb a csíkszeredai Kályoni János megyei könyvtár. Az új épület, az új körülmények, a szolgáltatások megnövelték a látogatók érdekeltségét. Az elmúlt egy hónapban közel 600-an iratkoztak be a könyvtárba. Megnövekedett a Kályoni János megyei könyvtár látogatóinak száma. A vonzó, modern épület és az új szolgáltatások napról napra több olvasót csalogatnak az intézménybe. Januárban több mint 3500-an látogattak el a könyvtárba, és közel 700-an iratkoztak be. A vezetőség szerint mindez a sok változásnak köszönhető, hiszen a jelenlegi épületben minden korosztály számára biztosította kellemes időtöltés. Az új épületben új körülmények között sokkal vonzóbb környezetben várjuk a használókat, és ez megmutatkozik a mindennapi látogatottságban, az olvasók, a használók számában is nagy mértékben növekedett az új könyvtárban a látogatottság és az érdeklődés a könyvtár szolgáltatásai iránt. Legfontosabb változás, hogy az új székhelyen nem csak az egyéni használók, hanem csoportok számára is szerveznek foglalkozásokat. Főként az iskolai oktatás segítő tevékenységeket igyekeznek támogatni. Emellett rendszeresen szerveznek könyvbemutatókat és kézműves foglalkozásokat is. A működtetői arra törekednek, hogy az új könyvtár mindenki számára egy nyílt, közösségi, kulturális tér legyen. Az olvasók táborának zömét a diákok és egyetemi hallgatók teszik ki. Tetszik, szimpatikus. És milyen gyakran jársz? Hát, amikor van idő, úgy egy héten egyszer-kétszer mondjuk. És mi tetszik a legjobban a könyvtárban? Hát, nem tudom. Olyan jó a hangulat, meg jók ezek az ülőkék. Szerintem nagyon jó. Mi tetszik benne? Minden. Minden tetszik? Igen. És milyen könyveket keresel? Hát, általában házi olvasmányokért szoktam könyvtárra járni. A Kályoni János megyei könyvtár újabb közösségi rendezvényre várja az ifjú olvasókat. Február 19-én Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából bekapcsolódnak a Hargita megyei forrásközpont és a Cimbora gyermekek klubja által 2009-ben indított olvasásmaratonba. Mi a különbség vezér és vezető között? Ki a legnagyobb ma élő magyar író? Mikor írt utoljára? Ilyen is hasonló kérdéseket válaszolt meg Markó Béla, Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztőségében. A beszélgetés apropóját a januári lapszám adta, amelyben Markó Béla versei is megjelentek. Rövid, de velős kérdések, rövid, de velős válaszok. Így beszélgetett egymással népes érdeklődő tábor előtt Fekete Vince, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, és Markó Béla költő. A több tíz kérdés zöme természetesen az irodalomhoz, a költészethez kapcsolódott. Hogy mikor írt utoljára, mi a kedvenc versformája, vagy éppen ki a legnagyobb mai élő magyar író. De elkerülhetetlen volt, hogy ne fonódjon bele egy-egy kérdésbe a politika, a válaszokba pedig az RMDSZ volt elnökének politikusi árszpoétikája. A vers címe Second Hand, vagyis másodkéznél van. Hol volt, hol nem volt ez az ország, mindig a múlt s jövő között, ám bárhogy is volt, állandóan csak másodkézből öltözött, mert emlékszem jól, igazított anyám a csendőrköpenyen, és egy viseltes síbakkancsot vásárolt télire nekem, bár nem voltunk nagyon szegények, ilyen egy second hand világ, ahol szidollal tisztították Krisztus fején a glóriát, de ezt inkább csak kitaláltam, mert akkor még a templomot nem illett sűrűn látogatni, s hazudni most már nem fogok, ha eddig így úgy elkerültem, túl hosszú volt a nagy kabát, s a könnyeimet visszafojtva hordtam a másodkész hazát, mivel hogy ezt is örököltük, úgy értem gyűrött, de örök, s nagynéném mellől elbújdostak a kakastollas csendőrök,
vagyis csak egy tulajdonképpen, néhány évig a férje volt, majd később írt Magyarországról, ennyi volt, és ezzel vége volt, és minthiába melegített ez a részgombos cifraság, könnyek közt szégyeltem miatta a láthatatlan nincs hazát, amely olyan volt akkor is, mint egy újnak mondott ócskasor, beszédhibás a szónok, s mégsem dadok, hanem csak szótagol, minden darabja foltozott már, s belőle így is jön haszon, kakastól, vagy tán árvalányhaj, vitézkötés a sörhason, hol volt, hol nem volt az az ország, meg sem születtem, s itt hagyott, de testált mégis rám egy nyelvet, amelyen verset írhatok. Markó Béla szerint különbség van vezető és vezér között. Úgy véli azonban, hogy az irodalommal ellentétben a politikában szükség van kompromisszumokra. Akkor, amikor én politikai vezetőként beszéltem, cselekedtem, gondolkoztam, akkor nyilvánvaló, hogy mégiscsak egy közösségnek az akaratát próbáltam képviselni, és próbáltam érvényesíteni. Ez kompromisszumot is jelent, sokszor önmagunkkal is, tehát nem biztos, hogy egy vezető pontosan azt gondolja, mint amit a közössége. A baj akkor van, amikor egészen mást gondol, akkor abba kell hagyni. Viszont az irodalom és a költészet az másról szól. Tehát ott, ha kezdünk kompromisszumokat kötni, és odafigyelni, hogy mi tetszik a körülöttünk lévőknek, vagy akár mit akar az olvasó, és nem arra figyelünk, hogy mi az a fontos, amit mi el szeretnénk mondani, akkor az jelentéktelen dolgokat fog szülni. Markó Béla első verse 1969-ben jelent meg. Felejthetetlen nagy öröm volt számára. Azóta évtizedek teltek el, generációk nőttek fel. Mégis úgy véli, bizonyos tekintetben ma is ugyanazt jelenti az írás, mint 40 évvel ezelőtt. 1969-ben és utána még sokáig az irodalom hát mindenféle más szerepeket is kénytelen volt magára vállalni. Egy leszorított társadalomban, gyakorlatilag egy diktatúrában kimondani az igazságot közvetlenül gyakorlatilag lehetetlen volt. Ennek következtében az író egyúttal a saját közösségének a szóvivője is volt, az író valamiképpen és jó értelemben véve politikusi szerepet is betöltött. Ennek ellenére azt hiszem, hogy bármilyen célból, bármilyen okból született egy vers, született egy esszé vagy egy prózai alkotás, annak a mércéje az, hogy jó-e, rossz-e, érvényes-e, érvénytelen-e. Ilyen szempontból engem kevésbé érdekel az, hogy mi volt az oka és a célja, mi az, ami lett belőle. És hát akkor meg nem más írni ma, mint ezelőtt 30-40 esztendővel. Az irodalom értékelése ma is ugyanúgy történik. A legfontosabb kérdések pedig, amelyek az emberiséget foglalkoztatják, állandóak. Mindegy, hogy miből születik a mű, az a lényeges, hogy érvényes legyen, hogy mondjon valamit az olvasónak. De hát azért én magam is versben például élet és halál kérdéseivel, nő és férfi viszonyával, emberi kapcsolatok kérdésével, Isten léte vagy nem léte, tehát ezekkel a végső kérdésekkel foglalkozom a magam módján, és hát például, amiről én szívesen írok, mint szívesen használom, mint eszközt, az például a körülöttünk lévő természet. Tehát nekünk van egy kis kertünk, és az nekem nagyon sok témát adott, mert az egyszerre hordozza az örökké valóság és a mullandóság üzenetét. Ugye tavasztól tavaszig körbejár a kert, elmúlik, aztán újra
föltámad, és tulajdonképpen változatlan az idei nyáron is, ugyanolyan, mint a tavalyi nyáron is, így tovább. Ballada a 60-as évekből. 40-valahány éve ott élt Amerikában, s hazajött Anna néni egy égszínkék ruhában. Míg itt volt, nem viselt mást, csak mindig égszínkéket, ráncos nyakában gyöngysort, újbegyi hópihéket. Nagyanyám húga, Anna, egykor a falu szépe, ne járj ilyen ruhában, öltöz át feketébe. Nevette Bardóc Anna, károgó nagyanyámat, hogy Bardóc Julianna egészen belesáppadt. Két ifjú lány, kik sok-sok éven át leveleztek, hirtelen megvénültek, és csúnyán összevesztek. Úgy ment el Anna néni, hogy már nem is beszéltek, mint gyűrt felhők lapultak bőröngyében a kékek. Szerettem Anna nénit, hozott nekem karórát, de a tengerbe szórta visszafelé a morzsát. Nagyanyám is szerette, 40-valahány évig, s a felhők közt ruhája néha még visszakéklik. Az átlagemberek 60-as évei közepén nyugdíjba mennek. A szó majdnem legszorosabb értelmében visszavonulnak. De érvényes ez a politikusokra, a költőkre is, vagy ők akkor kezdenek igazán élni? Hál' Istennek nekem olyan hivatásom van, ahol nincs ilyen, hogy legalábbis remélem, hogy nincsenek nyugdíjas évek. Ha politikusként akarnék tovább dolgozni, akkor minden látszat ellenére a politikus az nagyon sokáig fiatal marad, és 60-61 évesen ugye tulajdonképpen az ember még lehetne a politikai pályája delelőjén. Én viszont nem úgy érzem, hogy a politikai pályám delelőjén vagyok, úgy érzem, hogy már elég sokat politizáltam ahhoz, hogy és tettem, amit tehettem, vagy amit tudtam, hogy lassan visszatérjek az eredeti hivatásomhoz. Viszont hál' Istennek az irodalom is olyan, hogy remélhetőleg nem küldik majd 65 évesen nyugdíjba az embert. Markó Béla legutóbb múlt héten írt szonettet. Legnagyobb öröme az 1969-ben megjelent verse volt, a legnagyobb félelmet pedig az okozta, amikor 10 év után újra nekilátott verset írni. Nincs kedvenc költője. A ma élő erdélyiek közül Kányádi Sándort tartja nagyra. Az a vágya, hogy mindenről, bármiről tudjon érvényes verset írni. Ennyi volt már a Hargita magazin. Köszönöm, hogy újra velem tartottak. Találkozunk jövő héten is a megszokott időpontban és a megszokott helyen. Viszontlátásra!